harasz, amíg a levél mindig rám jön, rám terül. Gyere rám, gyere rám, gyere rám, gyere rám. Mindig magamra öntök minden. Ha víz, ha akármi, ha üdítő, ha kávé, ha kaja, ha pörkölt, minden rám jön. Sziasztok! Szia jó minden gyerekek! Szia mindenkinek! Mindegy mi az? Rám jön! Sziasztok! Szia mindenkinek! Csinálok akkor egy pár darab töltést. Itt van a darált hús. Itt van a hara. Csinálok egy pár töltést. Szia! Töltött káposztát csinálok. Teszek előfőzött rizst. Így mi hagyd menjen, beleteszem az összes rizst. A lecsöpögött rizst. Milyen, mit tűnt, nem tűntem el. Itt vagyok. Itt vagyok. Szia, mondd be, légy szíves, hogy kövessenek. Ja, be! Kérlek, puszi. Szia, Gyöngyvért Lukács, hogy kövessétek már be, légy szíves. Szeretne biztos ő is live-ozni. Mi újság veletek? Mi újság? Látlak. Sziasztok! Szia, Mónika! Szia! Szia, Sütemény 36! Szia mindenkinek! Szívesen! Sziasztok! Teszek bele sót, megsózom. Itt vagyok. Teszek bele delikátot. Delikát só. Egy nagyon pici színes paprika, nem sokat. Egy kicsi színes paprikát. Csak azért, hogy tudjam mondani, hogy van benne. Nem sokat. Ha várjatok, leveszem a hangot. Levettem a hangot, mert tettem ki egy videót, és most jönnek el a jelzések. Szia! Töltött káposzta. Csinálok egy pár darab törtést. Még teszek bele borsot. Megborsozom. Úgy, ahogy illik. Sziasztok! Na, megjöttem. Ma végre nincs olyan meleg, mert most kezdtem el egy kis rakott káposztát. Az jó, egészségetekre. Tényleg nincs már olyan nagy meleg. Nem is bánom, én sem. Én sem bánom. Áratok, hozok magamnak megint vizet. Sziasztok! Fú, de megenném, pedig most ettem tele magam. Én is most ettem még rántott húst, tudjátok, tegnap csináltam finom rántott szeletet. Abból még megettem egy másfelet. Mindennél jobban esik most a világon a víz. Miért van ez? Mindennél finomabb a víz. Jaj, köszönöm szépen! Hát már én nagyjából kitakarítottam, összepakoláztam. Úgyhogy, igen, az előteret is megcsináltam, mármint az ajtón túl, atta túl, a hegyen túli előteret is megcsináltam. Köszönöm szépen, Laura. Kávézol, Gabim, egészségedre. Majd mindjárt én is iszok egyet. Mármint egy kávét. Na, akkor fokhagymát kell pucolnom. Jaj. Ó, van itt. Ez jó lesz nekünk. Sziasztok. Köszönöm. Nem ő a gyereke kapja. Nincs közös gyerekünk a Falkóval. Közös gyerek nincs. Na, akkor megpucolom. Sziasztok, csodás napot mindenkinek. Legyetek jók, tudtok, a többi nem számít. Legyetek jók, egy kicsit. Annyira nem kell túlzásba vinni, de egy kicsit. Mit főzöl ma? Töltést csinálok, töltött káposztát csinálok. Tettem a darált húsból rizst.
só, bors, delikát, fokhagyma, kicsi színes paprika, de csak egy lehelennyit. Távol. Nem, csak a gyerekekkel tartom a kapcsolatot. Csak a gyerekeimmel. Na mi újság? Én hány éves vagyok? 42 éves vagyok. Decemberben leszek 43. Szia! Töltött káposzta. Vettem hozzá egy kis aprót is. De jó téged látni. Köszönöm szépen, Anittám. Én is örülök, hogy itt vagy. Én tojást nem szoktam tenni a töltött káposztába. Két gyerekem van. Melinda és Rómeó. A Rómeó 19 éves, a Melinda 21. Én egy kis kukó. De finom a kukó. Kukorica. Sziasztok. Mindenki ne. De jó lenne. Lennénk amúgy megint 28, újra 28. Már akkor amúgy is megvolt mind a két gyerekem. 28 évesen már megvolt a Romi is, meg megvolt a Melinda is. Na úgy kicsik lennének, ah, visszamennénk az időbe. De ugyanúgy ők kellenének nekem az a kettő kis csalazont a fincsa. Unokám van, van unokám. Igen, igen, Zsoli, nyilas vagyok, igen. Sziasztok! Honnan csúcsad? Vagy már mondtam? Mi újság veletek? 36 kb. Annyira satszoltalak. Ó, köszönöm, babám! Hát attól több vagyok 6 évvel. 36. Most kiszámoltam a kezemet. 36-hoz, hogy 42 legyen, az 6 év. Úgyhogy, ja, lennék 36 is. Ja, köszönöm szépen, 30-nak, ó, de jó. Anyukád, nem, nem, dehogy, kummadarasi, kummadarasi származású vagyok, kummadaras. Gyerekek, kummadaras. Karcag. Karcagon vannak a testvéreim, rokonaim. És kummadarason. Sziasztok! Szia mindenki! Köszönöm, jól vagyok! 25! Bailando, bailando! De amúgy vettem, vagyis nem én, a páromtól, Hajkótól kaptam egy nagyon szép párducos ruhát. Karcagi vagy. Karcagon van fele karcag rokonom. Én csak nézem, amiket őz. Ott vannak a nényeim. Nem te neveled a gyerekeket? Már én nem, nincsenek velem nagyok. A lányomnak férje van, gyereke. Most mondom, hogy unokám van. Mit rajzolott? Rajzoljátok magatokat. Most mondom, hogy unokám is van. Ja, amúgy még nem jöttek velem. Maradtak a faluba. Mit főzöl, mit dolgozol? Körmözök, sziasztok! Szia mindenkinek! Mindenkinek jó, minden jót. Csodás a nyakéket, hol lehet ilyet venni? Bárhol, minden ékszerboltban van. Ezt most összegyúrom. Minden ékszerboltban kapható ilyen, szebbnél szebbek vannak. Mi újság veletek a múlt? Na ezt összegyurmázom. Leá, imádom a töltött káposztát, nagyon szeretem. Na, az az igazság. Szia Szerbiába! Párommal 4 éve. Októberben lesz 4 éve, hogy együtt vagyunk. Októberben. Gyerekek. Találjanak mi. Várjatok, mert nem. Nagyon gyors a csekk. Köszönöm szépen, Barbarám, a rózsát. Puszillak. Úgyhogy ma tettem amúgy ki egy videót, egy káposztás videót. Az is káposzta, gyerekek, csak apró káposzta. Sültó, ne? Sertés oldalassal.
Facebookon. Na ugyan hol ismerkedhettünk is volna meg, ha nem a csodálatos, egyetlen Facebookon. A Facebookon. Láttam, csorog a nyálam. És addig a gyerekek, hagyjuk a magány életemet, az csak rám tartozik. Szia! Mit főző? Káposztát csinálok. Töltött káposztát. Még egy kicsi delikátot. Köszönöm a rózsát, dangerem. Köszönöm, danger. Danger. Köszönöm, drágáim. Nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm neked is. Rácnellike. Köszönöm. És az előzőnek is nagyon szépen. Köszönöm. Csak a kezem nagyon húsos. Basz, hogy főzeléket csináltam kolbásszal, hagymával. Jó. Már most nincs olyan meleg. De azért köszönöm, Jaszmina. Amúgy megy a klíma. Köszönöm, Auri, a rózsát. Köszönöm, Aurti. Aurhi, köszönöm. Puszilom. Vakaró lesz hozzá? Most nem csinálok. Most nem vakarózok. Mm-hmm. Most már jó. Hát, ha akarom, ha nem, meg kell nyalnom a sót. Úgyhogy meg kellett néznem, hogy jó-e benne a só, vagy nem jó. Sziasztok, szia, Csajsz, címit főzök, káposztát, csinálok, töltést. Köszönöm, jaj, köszönöm szépen a kézben tartott szíved. Köszönöm szépen, Aurhi. Köszönöm, Nikolettám, neked is a rózsát. Jaj, daranyosak vagytok, köszönöm. Én akkor, hogy nem eszek, nem. Nem tudsz fogyni, Rácnelike. Dehogy nem. De mondj meg, minek? Köszönöm, Bubori Jaszmina. Ilyen jók a génjeit. Nem, hát én nem nagyon hízok, de köszönöm szépen a rózsákat. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm, Nikolettám. Neked is, Ágikám. Puszilak titeket. Nagyon rendesek vagytok. Aranyosak is, és köszönöm. Be van gyúrva. Nagyon jól vagyok, csak tegezz nyugodtan, sokan szeretnek téged, én is mindenkit imádok. Olyan jó csupa szívemberek vannak itt, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Hát, amit vonzol, igaz? Úgy szokták mondani. Amit bevonzol az életedben, az vagy te. Terveztek közös gyereket? Nem, már nem. Sziasztok! Szia, szép napot mindenkinek! Itt vagyok, csak egy kicsit megmosom a kezem. Jövök vissza. Várjatok. Nem akarom kipocskondírozni a vizet. Sziasztok. Köszönöm, drágáim. Köszönöm. Hol élsz? Halmajugrám. Ez is leesik róla. Hát kössünk rá. Káposztát. Álltok már, mert a végén majd itt lesz, mint a négereknek, itt lesz lent. Azt tudjátok, a tanga látszik, hogy kandisak. Igen, vannak gyerekei. Öt. Itt a harasz. Megcsinálom a töltést. Sziasztok! Dolgozni van a párom. Sziasztok! Nem szolnoki vagyok. Jász Nagykun Szolnok megyei. De már Halmajon élek. Értitek? Amúgy. Beleteszek egy kis húsit, így meghajtogatom, és akkor jó, szorosan összefogom, és akkor kész, egy töltés káposzta. Oké? Ezt így ide rakom, akkor megint jön a másik levél. Ezt a részt így levágom. Láttad?
megfogom a kezembe, veszek ki a húsiból, ide rakok egy kis gombóc húsit, ezt is behajtom, azt is behajtom, és feltekerem. És itt sem jön ki a húsi, meg itt sem jön ki a húsi. Ennyi az egész. Nem Borsod megye, Heves megye, Halmaj ugra. Így. Így csinálom. Amúgy diétáztam. Igen, akartam egy kicsit szálkásodni. Hát nem ettem. Csak keveset. Összeszűkítettem a gyomrom, úgy, hogy nem ettem nagy adagokat, kis adagokat ettem, mindig éhesen hagytam magam. És így a gyomrom összeszűkült. Így. És este egyáltalán már nem ettem semmit 7 óra után. Semmit. Egy almát se, egy gyümölcsöt se. Az hízla a legjobban. Gyerekek, tudjátok, mi hízla a legjobban? A gyümölcs. Mindenfajta gyümölcs. Na, ezt így ide. Szia, Rita! De jó, hogy itt vagy már megint. Na most már biztos, hogy jelez a telefon, mi? Rita, jelez a teló, amikor feljövök live-ba. Jelez! Na, ezt is így megint megtöltöm. Ezt mindig levágom. Elmondod, hogy készíted. Itt van, csinálom. Hát most ott tartok, hogy megcsinálom a harasztokat. Most ott tartok egyelőre. Így. Így. Gyorsan addig csinálom, míg nem jön haza az uram, mert utána, ha jön, már akkor lekapcsolom. Ha jön haza, nem azért, mert nem akarja, hogy mi van, csak már akkor lekapcsolom. Hagy pihenjen, mert fáradt. Már mondta, hogy nagyon-nagyon fáradt, de addig, míg itt vagyok, a lényeget gyorsan nektek megmutatom. De feltettem, van fent videó. Csak nézd vissza itt az oldalamon, nézd vissza. Nagyon sok videó van fent. Van fent töltött káposztáról, akkor zsebes karajtól kezdve mindenfajta húslevesig, marha húslevestől kezdve mindenfajta van fent. Csirkemelles ételek is vannak fent. Többféle fajta. Már most egy jó pár ételt feltettem. Nem savanyú a levél. Mármi savanyított, de nem kell kimosni. Ha erre gondolsz. Ha erre gondoltál, hogy ki kell mosni, nem kell kimosni. Az apró káposztát mostam csak ki. Ezt nem. És akkor látjátok, milyen gyorsan megvannak a töltések. Na nézd meg ebből a kis zéből. 1 kiló darált húsból mennyi töltés van? Azt a mindenit. Nem baj, mert még ami megmarad, hús, abból, mert még majd teszek majd akkor apróba. Közben csinálom, járjon a kezem, 42. Majd válaszolsz Ritának, akinek nem tudok hirtelen, hogyha olyat kérdeznek, hogy tavasz baktáló, akkor majd válaszolsz. Ezt így ide rakom, Gelsli. Hát ebben most rizst tettem ebbe. Ebbe a húsiba rizst tettem. Ha csak apró káposztát csinálok, abba teszek Gelslit, az apróba. Jó? Ebben nem. Jól van? Ki van mosva? Ezt viszont látjátok? A savanyú káposztát, ezt kimostam. Mert ez nagyon ecetes volt. Sziasztok! Szia mindenkinek, közben nézem, látom. Jó, savanyú. Savanyú. Na. Leöntök a levéből. Még engedek rá egy kis vizet. Na látjátok, ezt már kétszer is nálunk az apróbokat szeretik ők, de szoktam beletenni nagyobbat magamnak. Ja, értem,
Igen, itt van, nem főztem meg a káposztát előtte. Minden nyers. Megvannak a töltések. Látjátok, itt vannak a töltések. Fogok egy fazekat. Megvan minden, aminek meg kell, hogy legyen, megtörtént minden, aminek meg kell, hogy történjen. Jó van. Fogjuk a jó öreg sertészsírt. Kibontjuk. Ha kibírom. Hogy rászívja magát. Na. Így mi? De utálom ezeket a tartókat, ezeket, amiben ezek a zsírok vannak. Tiszta pusztulat. Kis vékony nellon, geci, azt le se jörül. Így mi? Na, begyújtjuk a gázt. Sziasztok! Felolvasztom a zsírt. Na most figyeljétek, felolvasztom a zsírt. És úgy csinálom most, mivel hogy darált húst fogok rátenni, én is így szoktam károkodni. Na, hát nem. A csomagolásba teszik a zsírt, a sertés zsírt, hogy mire kibontod, tiszta zsír lesz mindened. Szia, szia, nyami! Sziasztok, nyamíz! És ez is nyamíz lesz. Úgy, ahogy a Helena mondaná, nyamíz. Na. Én mindjárt fel is rakom. Látjátok, itt van még a többi darált hús. Ez majd megy az apró káposztára. Meg itt van a töltések. Ezek meg majd mennek rá az apró káposztának a tetejére. Most a zsír megolvadt. Megolvadt a zsír. Így most a kinyomkodom a káposztát, mutatom ezt, és rárakom a zsírra. Rárakom a zsírra, és megsütöm. Van gyerek? Hogy ne lenne már gyerek? Csak az van. Másunk sincs, csak gyerekünk. Na, akkor rakjuk tovább. Mindjárt mutatom. Mosok kezet, mostam kezet, itt vagyok. Mutatom tovább. Megmutatod a gyerekiket? Hát nincsenek itt. Ezt így ide. Megfordítom a kamerát. Biztos, ami biztos. A sertés zsíron most megpirítom a szálas káposztát, a sima, apró, savanyú, szálas káposztát. Unoka is van, igen, van. Megfordítom a kamerát. Még ebben a változatban, de tuti finom. Így van. Tehát pirul a káposzta. Most ezt a káposztát lepirítom a zsíron. Várjatok, megtörlöm a hátsó kamerát is, mert olyan, mintha nekem halvány lenne. Hoppá, ide csaptam, jó. Üdvözöllek Szlovákiából. Szia, én is üdvözöllek, Adri. Halljátok, hogy sül a káposzta? Ezt a káposztát is szépen pirítom, pirítom a zsíron. Simán, nincs még rajta semmi. Töltés. Ja, hogy házi rétes, láttam egy házi rétes receptet, gyerekek. Nem tudom, hogy ki merjem-e próbálni. Még soha nem csináltam. Sziasztok! Igen, van unokám. Szervusztok! Kik hol vannak? Jaj, a gyerekek, hogy hol vannak? Mind nagykorú, mind felnőtt, azt csinálnak, amit akarnak. Itt nincs, nem az van, hogy mi. Hol vannak? Jó Isten, a megmondhatója! Gyerekek, nagyok vagyunk már, vagy mi van? Hogy jönnek? De ha nem, nem baj. Sziasztok! Gyerekeink hol vannak? Azt a... Hát kérdezd meg tőlük, hogy hol vannak. Na!
Még mindig sütöm, még mindig pirítom. Hol vannak? A boltba. Elmentek venni maguknak gumicukrot. Na, ezt még rakunk bele még zsírt, mert ahogy látom, ez még elbír egy kis sertészsírt. Feliratkoztam, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, sziszkém, a rózsát. Puszillag, drágám, jaj, de jó, hogy megint itt vagy, ma is, sziszke. Várjatok, valamit mondani akartam. Köszönöm szépen, Karcsi, neked is a rózsát. Erikám, neked is nagyon szépen, Innának is, Karcsinak is. Köszönöm a TikTokot, drágám. Kedves vagy, kicsikém. Köszönöm mindenkinek. Pirítom, még mindig pirítom a káposztát, jó? Szia, Lenu! Szia! Á, de nagy dag elmentek. Elmentek gumicukrot venni. Remélem, nekem is hoznak majd egy nyalókát. Hát, ha nem, akkor az se baj. Mondtam, hogy nagykorúak, azt csinálnak, amit akarnak. Sziasztok! Szia, Dia! Szia! Szia mindenkinek! Lepirítom. Mivel, hogy már most így kezd lefele pirulni, most megszórom egy kis borssal. Megszórom egy kis borssal a kávét. Ment rá egy kis bors. Megy rá egy kis enyhe delikát. Nem sok, nehogy sós legyen. Egy kicsi. Így. Csak egy nagyon picit tettem rá, mert a húsiba is vannak már cukrok. Nem akarom azt. Nem akarom azt. Köszönöm szépen a fagyit, Ildikó. Köszi szépen. Megint átfordítom, jó? Gyönyörű a szemed. Köszönöm szépen. Látjátok, sül. Itt vagyok. Közben. Nulla követő. Füstölt hús le. Nem lesz benne. Igen, már jobban van. Köszönöm szépen a kérdésedet, már jobban van. Na, látjátok, milyen szépen felsült már itt a káposzta? Nagyon gyönyörűen pirul. Jaj, Lenu, puszilla, köszönöm, hogy itt vagy. Én nagyon örülök neki, hogy itt vagy. Na, teszek rá egy kis színes paprikát. Így van. Néha már tettem bele. Nem tudom, hogy mit, de tettem bele. Na, összekavarom. A káposztát összekavartam. A káposzta már süldögél. Teszem rá a maradék rizses húst. Mindent felhasználunk. Ugyebár belemegy. Majd Falkó, igen, megkóstolja, oké? Okay. Így megfogom a húst, és bele. Bum. Hús, bele. Hús, bele. Most nem gombócoztam meg, stb. Már figyeljétek meg, milyen szépen közte lesz a szálas káposzta közt a darált hús. És akkor ennek a tetejére ráteszem a töltést. Na, jövök vissza. Rendet raktunk. Olyan jó, hogy most el van borulva, nem soká szakad az eső. Jó lesz az is. Majd mondja, sukár is, meg finom is. Ja, paprikát se rakni, így kimegy a színe. Igen? Na szóval, akkor majd beleteszem már sötétebbe. Na, köszi az infót. Ezt így összekavarom. Mindjárt mutatom a húsit. Sziasztok! Ezt most mind hirtelen nagy lángon csinálom. Nagy lángon sütöm le. Nagy lángon sütöttem le a káposztát. Most nagy lángon sütöm össze. Vizet még nem tettem rá. Még sehol semmi víz, csak zsír. Na. Na,
Ez is egy nagyon finom kaja lesz, gyerekek. Nyom, nyom, nyom. Van még nekem ilyen fokhagymám. Ma most jött valaki. Már lehet, hogy jött is. Majd ezt is teszek bele. Na, jöttél is. Na, már jött is az uram. A férjem. Mi madaros fele úgy mondjuk, hogy az uram. Itt termem már, hogy férjem. Na, feltettem, amúgy már nem sokkal fent lesz. Jaj, köszönöm. Sziasztok. Szépen. Köszi a Róra. Szédesem. Na, sokan tetsz. Vannak. Tetsz fázol le, hogy jön egy hideg. Várjál, már nekem melegem volt. Kapcsold le akkor. Lekapcsolom, várjál. Legyen, már lekapcsolom akkor a klímát. Na. Na jó, amíg azt megmutatom nektek, hogy ráteszem a töltést, és ha megfőtt, majd jövünk vissza. Jó? Csak ezt még gyorsan akkor megmutatom. Jó, gyerekek, ma már itt vagyunk, majdnem 500-an, nem kapcsolom le. Megmutatom nektek így. Átfordítom. Na, itt van a darált húsos káposzta. Köszönöm szépen a TikTokot. Köszönöm, Inna. Köszi szépen. Puszilla. Jó napot, Falkó úr. De jó, hogy menjek. Ennyi. Lássátok, most már nagyon szépen összeálltak a dolgok. Ráteszem. Hú, de jól néz ki. Itt vannak a töltések. Ezeket megfogom, és akkor is szépen erre az apró káposztának a tetejére így sorba rárakom. Figyeld. Így. Így. Szorosan egymás mellé sorba ráteszem. Ha már így rá van rakva az összes. És ezt egy kilóból csináltam, és még maradt a apróra is. Meg lehet 4, 6, 8, 11 töltés. És ez mind egy kiló húsból csináltam. Na, megmutatom, átfordítom, jaj, de jó, az a lábas, Istenem. Van belőle több, kisebb, nagyobb. Köszönöm szépen a kívánságpalackokat, Inus. Jaj, de jó, ötöt küldtél, ötöt fogok kívánni. Köszönöm. Na, így látjátok, rajta van? Most öntök rá vizet. Most jön rá a víz. A te oldaladról fogok ötleteket venni, mit főzzek, ha nem tudok semmit kitalálni. Nagyon örülök neki. Azért teszem fel ezeket, Ágikám, hogy legyen nektek is ötlet, tudjak tanácsot adni. Ti is szoktatok nekem tanácsokat adni, segíteni, mi kell bele, mit hogy szoktatok. És azokat is amúgy ki szoktam próbálni. Köszönöm. Egy kilóhoz körülbelül hány rizst raktam, mert én már így csak így szembe szoktam. Egy két decis pohárral raktam bele. Most egy kicsit többet tettem. Na, tettem bele ennyit. Megfordítom a kamerát. Így. Megmutatom a káposztát. Ezeket. Na, látjátok, van rajta ennyi víz. Lefedem, és fedő alatt egy olyan 80 percig, fedő alatt 80 percig főzöm. Jó? Úgyhogy addig, míg a töltés meg nem puhul, lejött a rúzs is. Az én férjem olyan finnyás, hogy minden nap belefájdul a fejem, mit főzek, amit meg is eszik. No, hát az annyira finnyás. Köszönöm szépen.
Nem mindenre szoktam tenni rántást, amit feltettem oldalassal, sertés oldalassal, apró káposztát, azon sincsen rántás, hanem gersli van benne. Ezt is szépen lefőzöm zsírjára. Zsírjára le fogom főzni. Rárakom a fedőt, és aztán lassú tűzön főzöm, és néha így megrázom, megrázogatom, és kész. Tőlem senki sem fínyásabb. Az igen, hú! Legyen live, ahol eztek. Jól van, kész lesz a káposzta, begyövünk live-ba, és akkor remélem ez is ugyanolyan finom káposzta lesz, mint a múltkori, mert az is nagyon ízlett neki. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ilyen sokan, a sok-sok-sok lájkot, és köszönöm szépen az ajándékokat. És mert mi jövünk vissza, a kész lesz a tavasz megtáló gyerekek. Mindenkinek sok-sok csók-csók, puszi-puszi.